De akkor most Nahalka István oktatás kutatóval beszélgetek. Először majd telefonon van itt már velünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Mert hogy ugye a híradóban is beszámoltunk már arról a hírről, hogy teljesen átvariálják mostantól az általános iskolában a természettudományos tárgyak tanítását. Ez a hvg.hu információja, mert hogy egyelőre a NAT-ot még hétpecsétes titokként őrzik, állítólag a Nemzeti Tanévnyitón tudunk meg többet. A 7.-8. osztályban összevonják a biológiát, a kémiát és a fizikát természettudományok tantárgy néven. Ez jó irány ön szerint? Először is ugye világos, hogy egyelőre csak egy híresztelésről van szó, nem láttunk dokumentumot, tehát én is csak arról tudok beszélni, hogy egy ilyen fajta intézkedés a szakmailag milyen. Azt kell mondanom, hogy régóta várunk egy páran erre a dologra, életem egyik nagy reménye volt az, hogy Magyarországon egyszer majd lesz integrált természettudományos oktatás, legalább az általános iskolában. Tehát ez egy jó irány, mindenképpen jó irány, nagyon sok problémával. Ugye, ha összevonjuk a fizika, kémia, biológia, egyes esetekben itt még a földrajz is szerepet játszik, tantárgyakat, akkor számítani kell arra, hogy ezt olyanoknak kell tanítaniuk egyelőre, akik nincsenek erre kiképezve. Lenne módja annak, hogy egy nyugodtabb fejlesztéssel óvatosabban vezessük be az ilyen típusú tantárgyakat, amikor megteremtődnek a feltételek arra, hogy már lehessen tanítani. A hirtelen bevezetés az mindenképpen problematikus. Mennyi idő kellene a nyugodtabb bevezetésre? A teljes bevezetésre biztos, hogy nagyon sok. Gondoljuk meg, hogy új szakokat kellene indítani az egyetemeken, főiskolákon, tehát a tanárképzésben. Azoknak van egy 5 éves kifutásuk, sőt 6 éves kifutásuk, ezt is tekintetbe kellene venni. És hát bizony az ilyen tantervének az előkészítése, tankönyvek, más segédletek elkészítése hozzá, az is bőven időbe kerül. Szóval ez egy jó évtizedes program, de egyébként ez volt akkor is, amikor még a 60-as években az első országok, amelyek kísérleteztek ezzel valóban, megalapozták ezt a tanítást. Tudna egy kézzelfogható konkrét példát mondani arra, hogy ha így oktatnátok a természettudományos tárgyakat, akkor a gyerekek az hogy kapnák meg az adott tudást? Miben lenne ez más? Ugye egyetlen tantárgy lenne, tehát lenne Igen. velük egy olyan pedagógus, aki felkészült erre a feladatra, és hosszabb ideig van velük együtt. Ez is probléma egyébként, hogy van olyan év, amikor a kémiát heti egy órában lehet tanítani, ami egy őrület nagyon sok más szempontból is. Ezt úgy lehet elképzelni, hogy vannak olyan témák, amelyek integrált, egységes megközelítést kívánnak. Elsősorban ilyen témák kerülnének be a tantervbe. Nem tudom persze, hogy a kollégák most mit csináltak, de én biztos, hogy így állnék hozzá. Mondok egy nagyon egyszerű példát. Mondjuk a vízről tanulunk. Ugye a víz az, hát hogyha akarom, akkor kémia, mert a kémiával meg kell ismerkedni az összetételével, hogy mi van benne egyáltalán, milyenek azok a vízmolekulák, stb. De fizika is, mert fantasztikusan érdekes fizikai tulajdonságai vannak a víznek, és természetesen egy nagyon fontos biológiai kérdés is, hát a földrajzról már nem is beszélve. Tehát a vizet például tudom úgy tárgyalni, hogy mindenféle ismeret szépen egymással összehangolva előkerül az órán. Azt be lehet lőni, hogy így a tananyag mennyisége változik-e? Vagy csak átstruktúrálódik? Fogalmunk sincs. Ugye ez látni kellene a nemzeti alaptantervet. Attól, hogy integráljuk a tantárgyakat, összevonjuk a tantárgyakat, még nem feltétlenül lesz kisebb a tananyag, vagy kevesebb a tanulnivaló, akár még növekedhet is ad abszurdum. Tehát a kettőnek egymáshoz nincs semmi köze. Nagyon szépen köszönöm, hogy egy pici háttérelemzést tudtunk adni ehhez. További szép napot kívánok!